És meg is érkeztünk az osztályterembe, köszönjetek be! Sziasztok! Valahol itt van. Megérkeztünk Galgamálcsára, itt vagyunk a helyszínen. Elvileg ott van az egy iskola, nem? Mm-hmm. Kint vannak zászlók is, ez tuti. Jó. Itt vagyunk, ez körülbelül így néz ki, mutatom is nektek. Ide parkolj is le, András. Rakd ide. Rakd le a vasat! Mert tudod, hogy jobban megy. Egy Andrástól való tolatást vehetünk szemléletre. Megérkeztünk, szerintem szálljunk ki, nézzünk körbe, és keressük meg a termet. Meg a gyermekeket. És ebben a videóban activityzni fogunk, itt is vannak a papírok, és látjátok, hogy mi is hárman vagyunk. Viszont nincs itt se Bálint, se Csongi, se Dominik, őket majd fel fogjuk hívni. Három csapat van itt előttünk, mi is hárman vagyunk, és kiválasztják, hogy kivel szeretnének lenni, és segítenek nekünk, hogy hogyan mutogassuk el ezeket a szavakat, amik ezen a papíron vannak. Videó cseten fogjuk őket felhívni, és ott fogunk nekik mutogatni, a hálózaton keresztül próbáljuk nekik előadni a kis szavakat, és reméljük, hogy ki is fogják találni. Tudsz, nem. Nektek nem, de én profi vagyok. Persze. Az Activities videó már látszott, amit Rebekával csináltunk. Na lássuk! Szóval akkor középről kezdjük a választást. Kérlek, mondjátok el, kivel szeretnétek kooperálni, kivel dolgoztok együtt, csak hangosan a kamera felé. András! Jó, András. Csütölj te kérlek! Lehetes csapat, lemülök a székre. Jó, tovább haladunk, kivel szeretnétek. Rebeka! Rebeka, és akkor én jövök ide. Kicsit úgy tűnik, mintha megrendezett lenne, de egyébként nem volt az. Sziasztok, welcome to my csapat! Itt vannak a srácok. Adtak nekem ide egy papírt pár szóval, és abban kéne segítsetek, hogy hogy mutogassam meg, rajzoljam meg, írjam körbe ezeket. Az első szó az a okostelefon. Hogy mutattál? Nagyon jó. Te? Többiek? Okos. Mindenki okos, így van. Mi is megkaptuk a szavainkat. Két mutogatás van, egy rajz és egy körülírás. Az első a sebesség, amit mutogatni kellene. Várom a titeket. Hát azt így ilyen gyors kézzel. Amúgy tényleg valamilyen, nem tudom. Következőt, B betű, azt szerintem, hogy körbe kell írni. Tablet. Ezt szoktam az iskolába kiosztani. Hát de, az is. Ez igen. Nagyobb telefon. Megkaptuk mi is a szavakat, itt vannak. Van mutogatás, körbe beszélés, vagy körbeírás, van rajzolás, meg még egy mutogatásunk. Az első az a hálózat. Hogy mutogatom el a hálózatot? Hát van hálózat. Hálóval. Utána pedig egy telefonnal, hogy hálózat. Tehát megfogod, és... Elsőbb mutatsz egy hálót, utána pedig egy telefon. De hogy mutatom el a hálót? Így. Így. Úgy. És így. Igen, úgy. Hálózat, csak hogy tudjátok ezen, hogy hálózat. Digitális iskola, ezt körülírni kell. Igen, a misulit modern eszközöket használunk. Igen. Akkor ilyen a mi oktatási intézményünk is. Ennyi, figyelj, körülírni. Szerintem ez megvan. Rajzunk a diák. Ez szerintem egyébként tök egyszerű, nem? Igen, igen. Pácikán, mert majd lerajzolunk. Meg egy kulcsitáska. Iskolatáskát rakunk a hátára, pad, ahogy ír. Tankönyveket. A következő rajzolás, tanárt. Tudom, hogy nagyon kipingálnátok a tanárokat, de na, most úgy, hogy rajzolnátok le egy tanárt? Mondjuk azt lehet megoldom én is. Wifi, neked kicsi kezed van, te add ide a kezed. Add ide te is, add ide, így, nyisd ki, úgy, te is add ide. Bam, wifi, ennyi. Kész, mi nyerünk úgyis. Jövő körbeírás. Hát a jelen után jön. Nagyon okos, a jelen után jön. Adótorony, lerajzolni, hát ott lerajzolsz. Konkrétan rajzolsz egy adótornyot. Lerajzolsz egy adótornyot, és megbízható mutogatás. Megfogod kezét valakinek, hogy így. Vállon veregeted, vagy így. Igen, hogy vállon veregeted. Aha. És az utolsó, a kapcsolat, amit megint csak mutogatni kell. Itt szerintem egy párt fogunk elmutogatni, ahogy, vagy hát fogok elmutogatni, és valahogy abból majd. Szóval fel fogjuk hívni Bálintot, és megpróbálom neki elmutogatni, körülírni és lerajzolni a dolgokat, amiket a srácokkal már megbeszéltünk, úgyhogy hívom is videócsetbe. Hello! Várjál, megpróbálom megfordítani a képernyőt. Yeah! Itt vagyunk a suliba, és szeretnék neked activity-vel elmutogatni, körülírni és lerajzolni négy szót. Készen állsz? Egy perced van kitalálni. Ujjjj! Az elsőt mutogatni fogom.
Koncentrálj. Nem, de elmentek otthonról. Na. Milyen ninja ütés? Na. Gyors. Sebesen szalad. Szalad. Meg. Sebesség. Ügyes vagy. A következőt azt körülírni fogom neked. A srácok, akikkel itt vagyok, egy ilyen intézménybe járnak. Itt tanulnak. Ennyiből meg tudod? Igen, mindjárt mondom. Igen, tudom. Van ez a program. Azaz. Kicsengettek, becsengettek. Digitális iskola program, DIP, az. Ez a Vodafone digitális iskola program. Most rajzolni fogok neked, úgyhogy yeah. Csöndbe kell lennem, és legyél nagyon kreatív, légy szíves, jó? Istenem, az egy ember, aki támasztanik egy asztalra? Igen. Egy asztalos. Akkor túrázó. Azt mondják, hogy lejárt az idő. Bálint, ez egy iskolatáska, amiben könyv van. Itt ül a padnál, fogja a kezébe a könyvet. Fú, de öreg vagy, régen jártál iskolába. És akkor a harmadik megint egy mutogatás lesz, amihez bájos segítőmet segítségül hívtam, ugyanis ezt egyedül nem tudom elmutogatni. Mehet? Igen, mehet. Páros. Szerelem. Kapcsolat. Kész. Ennyi. Sziasztok, itt vagyunk a csapatommal. Itt van Dominik is. Látj jól? Sose láttam még ilyen jól. Nagyon jó. Na, akkor mondom az elsőt és mutatom. Hív. Kapcsolat. Hálózat. Mit? Okos. Okostelefon, miért nem rám mutattál? Nehéz, nehéz. Következő, körbeírom. Na, ez egy olyan dolog, mint egy telefon, csak nagyobb, és most is ezt használjuk. Így van. Akkor mutogatok még egyet. Én is segítségül veszem a többieket, itt vagyunk még. Na. Wifi. Az. Gyönyörű. Olyan 4K-ba látom. Hú, 60? 60? Aha. Az egy pálca? Ja, nem mondhat semmit. Ez valami fenyítő. Az... nem, lejárt az időnk sajnos, de... tanár. Nagyon jó rajzolsz főnök. Ami kicsi emberek itt vannak, ott a székpad, ott izé bot van a kezében, a nevelni kell, tudod. Itt van velünk Csongi, szavasz! Hello! Mondhatom a szavakat? Fogod tudni? Biztos fogod. Mi kell nyerjünk, jó? Mondja. Mutatom az elsőt, mutogatom. Indulhat? Oké. Hallok. Széthúz. Szétkapcsol. Ez mi az ember? Telefon. Kapcsolattelefon. Adóvevő telefon. Hálózattelefon. Telefonhálózat. Ne. Nincs telefon, csak a hálózat. Ennyi, ott van. Kitalálta. Időben voltunk, ugye? Jó. Következő, körül kell írnom. Mehet? Oké, így jön. Ez jön a jelen után. Múlt. Mi? Oké, kitalálta, jövő. Szuper. A következő egy, megint egy mutogatás, mehet? Aha. Cétszer, erős. Kezed fog. Fogad el. Mi? Benned megbízom. Nem bízok meg benned. Ő megbízom. Megbízható. Igen! Időben voltunk. Időben voltunk, ezt is kitaláltad. Van még egy rajz. Mehet, Csongi? Aha. Figyelj! Ilyen hosszú dolgokat ne rajzolj, mert félre értem. Na, itt van. Piramis. Nem. Csátor. Csátorok. Magas feszültségű vezeték. Tornyok. Toronyok. Nem tudom, magyar. Várjál. Várjál, mert milyen telefontor, nem telefontor, vagy van ez? Ami
Tudom, nem a verdő, hanem adótorony. Igen, adótorony. Kitaláltad, jó van. Jó, azért látszott rajta, profi vagyok. És akkor ennyi lett volna a verseny, nyilván az én csapatom győzött, a kevésbé győztes csapatok. A három hashtag közül ki kell kettőt választanak és fel kell dolgozzák. Melyiket választjátok, Rebeka? Hálózatban könnyebb. A hálózatban könnyebbet, és pedig András. Mi a te sztorid? Mi a te sztoridat, és ez az ők felületein kint is lesz. És akkor ennyi lett volna a verseny, köszönjük szépen, itt voltatok, sziasztok! Sziasztok! Hogy miért fontos? Hát én azt gondolom, hogy a gyerekek itt, amikor bekerülnek első osztályban, akkor megtanulnak írni, olvasni, számolni, és most a 21. században pedig nagyon fontos az, hogy a digitális világgal is tisztában legyenek, és ez óriási segítség, ez a digitális iskola program.